Eddig egy döntetlen volt a nyíregyháziak legjobb eredménye a BKV előre otthonában, ahová a Szuperliga nyitófordulójában azzal a céllal utaztak Fintáig, hogy legalább egy pontot szerezzenek. A minimális célt gyakorlatilag már az első kör után elérték a vendégek. Nagyon fontos volt a felírás, amit a Haker Dezső kitalált, ugyanis a Magyarorsi Péternek, illetve a Szlovenszki Tibornak az első sorban feltétlenül pontot kellett ahhoz szerezni, hogy a későbbiekben legyen esélyünk akár egy döntetlenre, vagy egy esetleges győzelemre. Végülis a Peti már rögtön az első három szettjét maga javára fordította, még a Szlovenszki Tibor szintén, úgyhogy már azt lehet mondani, az első kör vége fele látszódott, hogy az első sorozatban igencsak a elvártaknak megfelelően teljesítünk. Annyira, hogy Magyarorsi Péter az 570 fa feletti teljesítményével a mezőny legjobbjának bizonyult, és megszerezte a fontos csapatpontot, mellette természetesen a Szlovenszki Tibor is hozni tudta a csapatpontot. A Szegő Leventének nem annyira jól ment a játék, illetve ellenfele az nagyon jól játszott, a volt világbajnok Mészáros Józsi bácsi, és így alakulhatott, hogy kettő egy arányban vezettünk, és mínusz 30 fával még a hazaiak birtokolták az előnyt. A második körben Fint a Zoltán és Haker Dezső is begyűjtött a csapatpontot, és a végén csapatfából is a vendégek neve mellett állt több. Már a harmadik 30-as szetre eldöntöttük ezt a kérdést, ugyanis a Dezső is 3-0 arányban vezetett, én is, és már ekkor látszott, hogy döntetlenül rosszabbul nem állhatunk, azonban még volt mínusz 6 fa hátrányunk, mert a Kastro Zsolti a hazaiak egyik legjobbjával kellett, hogy meccseljen, de sikerült folyamatosan faragni a hátrányunkon, és az utolsó dobásokra már sikerült megfordítani a mérkőzést, illetve egalizálni, és azt lehet mondani, hogy az utolsó 3-4 dobásba dőlt el igazából az, hogy az utolsó dobásokra mi fordulunk előnnyel, és sikerült csupán 9 fával, nagyon kicsi 9 fával, de mindenképpen siker zárnunk ezt a budapesti túrát, és végre valahára sikerült diadalmaskodnunk és elhozni a 2 pontot Budapestről. A Szuperliga második fordulójában a nyíregyháziak a Kaposvárt fogadják. A mérkőzés szombaton 14 órakor kezdődik a Városi Stadion Tekecsarnokában.